Az előző részekből már mindenkinek nyilvánvalóvá vált, hogy a mi hazautazásunk zátonyra futott. Miután megtudtuk, hogy a hazautazásból nem lesz semmi, kénytelenek voltunk kipakolni ismét a koffereket, és nem maradt más hátra, mint a remény és a várakozás. Nem tudtuk, hogy most egy nap, vagy egy hét múlva jön értünk a következő busz. Próbáltuk sportosan venni a helyzetet, és kiélvezni minden pillanatát. Még az a szerencse, hogy a húgom Timi itt volt nekem, így hát nem kellett egyedül búslakodnom a szobámban. Timiéknél gyönyörű volt a kilátás, ezért az útra kent szendvicseket az ő teraszán fogyasztottuk el. Közel 3 nap várakozás után besokaltam, és gondoltam, jót fog tenni egy kis friss levegő. Így hát kiültem a napra, beindítottam a drónt, kinyitottam egy dobos sört, és repültem egy kört. Később arra lettem figyelmes, hogy a húgom Timi már órák óta próbál elérni, így hát visszahívtam, és kiderült, hogy jó hírei voltak számomra. Fölférünk a buszra akkor? Ahogy néz ki, hogy 99%-ig ott van az 1%. Akkor akadok. Később hívott a főnök asszonyom is, és közölte velem a hírt, hogy 2 órán belül indul a busz, mely hazaszállít minket. A hírek hallatán képzelhetitek, hogy mennyire megörültem, így hát gyors takarításba és pakolásba kezdtem. Mivel szerettem volna, hogy a blog minél jobban sikerüljön, bekapcsoltam a kamerát, és miközben a porszívó búgott, a kamera is pörgött. Közel 1 óra takarítás és pakolás után készen álltam elhagyni az átmeneti otthonomat, és az igazi otthonom felé venni az irányt. Minden az áterv szerint haladt. Gyorsan bekopogtam a szerb házmesterhez, Mladenhez, és megkértem, hogy vigyen ki a busz megállóba. Mladen, a szerb házmesterünk jópofa figura. Ő maga már az 50-es éveit tapossa, és büszke arra, hogy míg a fiatalok szenvednek a koronavírusban, őt ez a betegség még csak meg sem támadta. Amíg a kocsiban ültünk, felfedte nekem a koronavírus elleni recept titkát is. Keine Corona! Keine Corona, ich habe Kondition! Plus rote Beete, Kiwi, Zwiebel, Knobla, Bier... Ja, ja. Keine Probleme, Immunität! Bier! Útközben még felvettük a húgomat, majd átmentünk egy ellenőrzésen, bár koronavírus tesztet még mindig nem csináltak rajtunk. Hatták, hogy csak úgy beüljünk a buszba, majd rendőri kíséretben elindultunk hazafelé. Ha az egész utazást egy szóval kéne jellemeznem, akkor talán a katasztrófa szó lenne a megfelelő jelző. Úgy kezeltek minket, mintha leprásak lennénk, közben meg koronavírus gyanúja állt fel mindegyikünknél. Mivel a busz csupa piros zónás övezetből származó embereket szállított, így hát egész úton kötelező volt a szájmaszk viselete. A buszban voltak páran, akiknél megfigyelhetőek voltak a koronavírus egyes jelei, szóval aki még isgüben nem kapta el a vírust, az elkapta most a buszon, mivel hogy képtelenség 15 órán át szájmaszkban utazni egy ülőhelyben. Igen, jól hallottátok. A betervezett 9 órás út elhúzódott 15 órásra. Azt sem tudtuk, hová visznek minket, csak kusban ültünk és reménykedtünk, hogy valami jó helyre kerülünk, remélhetőleg az otthonunktól nem messze. Reggel 7-kor végül célba értünk, és egy újabb kihívással kellett szembenéznünk. Kiszálltunk a buszból, megmérték a lázunkat, majd átadtak minket egy katonai osztagnak. A katonák hadikocsikkal szállítottak minket a hadiszállásunkra. Még mindig nem tudtuk, hogy hová megyünk, csak reménykedtünk. Az útjelző táblákból ítélve tudtuk, hogy Ruzsomberok, azaz Rózsahegy környékén vagyunk, valahol a magas Tátra közelében. Míg a teherautó nagy nehezen haladt a hegynek felfelé, arra lettünk figyelmesek, hogy bizony elhattuk a hóhatárt, és itt már nyilvánvalóvá vált, hogy megyünk fel a hegyekbe. Egy katonai kocsi platóján ültem egy hideg vaspadon, volt vagy mínusz 15 fok. Hirtelen a második világháború jutott eszembe, amikor a zsidókat is szállították. Ők sem tudták, hová viszik őket. A különbség csak az volt, hogy mi tudtuk, hogy végre jó kezekben vagyunk, és végre hazaértünk. Azaz nem haza, de már majdnem. A hely, ahol elszállásoltak minket, az jobb volt a vártnál, igaz távol az otthonunktól, de legalább szép a kilátás, jó a kaja, és nincs okunk panaszra.
Továbbra is várjuk, hogy leteszteljenek minket, hogy végre hazamehessünk a családunkhoz, és hogy átölelhessük végre a szüleinket. Na, mosod a kezed, Timi? Alaposan mosd meg. Na, megérkeztünk ide a hadiszállásunkra. És... ja, megnézzük, milyen a kilátás. Hú. Na. Nem is olyan rossz, nem? Hegyekből a hegyekbe. Hihetetlen. Gyönyörű, szép a kilátás, friss a levegő. Gyöszje. Sziasztok! Gyöszje v Tatrach. Sziasztok! Guten Morgen, azaz dobre rano. Mindenkinek jó reggelt! Megérkeztünk ide a hadiszállásunkra. Gyönyörű a kilátás, gyönyörűek a szobák. Ez a Call of Duty-s házhozszállítás, ez kicsit extrém volt, de a kilátás az mindent kárpótól felülmúl. Nézzétek meg, van szappan, tusfürdő, minden. Csak az az egy baj, hogy mennyi órát utaztunk? Mi 14 órát utaztunk, 3 órát vártunk a katonákra, hogy felhozzanak ide, 1500 méter magasan vagyunk, kicsit fáradtan. Hát én, mikor tegnap 10:30-kor keltem, nem is 10-kor keltem tavaly, annyira fáradt vagyok fél. Tegnap 10 órától ébren vagyok, és most 7 óra 42 van, azaz most értünk ide, azaz 14 óra utazás után, 3 óra várakozás után, utána fél óra Call of Duty is, házhozszállítás után végre megérkeztünk 1500 méter magasra. Ha most nem haragszotok, akkor elbúcsúzom. Megyünk aludni. Csá! Jó reggelt! Hello! Jó reggelt! Sziasztok! Hello, jó reggelt! Sziasztok! Mi a helyzet? Na? Megérkeztünk ide a karanténba. Igen, látom. Tudjátok, hol vagyunk? El nem hiszitek, hol vagyunk. Erre azt mondják, a hegyekbe megyünk. Nézd ki! Hát de van hó is. Van, hát van hó is. Csak a sílecek nincsenek itt. Sílecek nincsenek. Itt vagyunk Ruzsomberoktól, nem tudom hol vagyunk. Valahol itt a, nem tudom, Zvolen, Ruzsomberok. 1500 méter magasan. Katonai kocsikkal hoztak föl minket. Hallod, azt el nem hiszed. Úgy jöttünk, mint a zsidók, azt hittük visznek égetni, komolyan. Környezet gyönyörű, igaz, nem mehetünk ki, de a szoba tiszta új. Bementek hárman a kis vécébe a buszon, ahova egy ember alig fér be, és kinyitotta a buszsofőr ajtót, hogy jelzette ki a szenzor, hogy füst van, és áradt ki a füst a kis vécébe. Hárman bent cigiztek a kis vécébe, és megszólalt a füstérzékelő a sofőrnél. Nem tudta begyújtani a kocsit, mert ledöglött neki. Szörnyű. Aztán a lány belehányt az acskóba, és elejtette az acskót, és a hányás rá a szőnyegre. Az olyan gusztustalan volt, hogy fúj. Aztán szedte össze, akkor majdnem rám dőlt, én meg dolgoztam a laptopon, ha azt hittem ráesik a csaja a hányásos zacskóval a laptopomra. Mondtam neki, hallod, szedd össze magad, mert szádba lépek, így mondtam a nőnek. Hallod, üvöltöttem velük, hallod, olyat még nem hallottál, elkezdtem üvölteni vele, hogy basszus, mi a bajotok, örüljetek, hogy hazahoznak titeket, és akkor még itten csináljátok a szégyent. Itt vannak szembe szomszédjaink. Hallod, a gyerek olyan büdös volt, meg olyan undorító, koszos volt, hogy mondom a Timinek, hogy ezek hol dolgoztak, hogy én ilyen embert lehet egy nap után kirúgtam volna. Na, aztán az összes utas üvöltött velük, a buszsofőr nem mert hátrajönni, egész busz üvöltözött, mondtam neki, üljetek le, mert itt ebből baj lesz. Mondom, zavarjátok a sofőrt. Azt hittem, hogy már megveri a segélyeket. Én már komolyan már azon voltam, letettem a laptopon, hogy fölállok, én megfogom a nyakát így, és meg elmetszem neki. Komolyan már igen, én már igen rég voltam ennyire ideges, de most igen kihoztam. De ez azért csúnya volt, igen. Fú. És akkor ez még mind semmi, a gyerek fogta magát utána, és bement ő is cigizni a WC-re.
Mint még a gyerek is bement. Na? Tiszta, még én is éreztem a cigifüstöt. Azt mondta a buszsofőr, ha még egyszer előfordul, rendőrt hívok. Igen. Rendőri kísérettel mentünk. És megmerték ezt csinálni. Ja, és aztán megmondta a buszsofőr, mikor már ott voltunk a szlovák határnál, megállította a buszt, és azt mondta, hogy ezeknek az utasoknak nem lesz kifizetve az út, azt maguknak kell kifizetni, plusz még a busz takarítását is. Úgyhogy még ilyen büntetést rájuk tettek. De ott olyan undorító, fúj. Egyszerűen. Na, aztán jöttünk, 14 órát jöttünk, utána még 3 órát vártunk, úgyhogy tegnap 2-kor indultunk el, és most értünk ide. 8 óra. Check-in. Most értünk ide. Amint bejöttünk a szobába, hívtunk is. Most értünk ide. A hoztuk a kofferokat, a katonák nem is segítettek nekünk. Mondta, nem hogy nem szabad megfogni, nem szabad érintkezniük velünk, mintha leprások lennénk tényleg. Mert azt mondta a nő, hogy az ember, hogy segítenének, de hogy nem szabad, meg van tiltva neki. És ott vártunk 3 órát. Mondom, fél órát jöttünk egy katonai ilyen Tatrával. Mondom, fölraktak minket, hallod, ilyen vas létrán kellett fölmászni a Tatrára, és a egyik Tatra vitte a kofferokat, a másik Tatrába meg ültünk mink. Mondom, ezt a abszi meg elmeséljük, följönnek a katonai. Olyan húzat volt, ültünk, mint a zsidók, tényleg komolyan mondom, ültünk fenn a Tatrán, a húzat majd kivitt. Padok voltak, persze, olyan vaspadok. Vaspadok. Igen, egymáshoz szembe ültünk. Nem volt meleg, már reggel 7 órakor ráülsz a hideg vasra, az nem meleg. Úgyhogy 15 órát ültél a buszba. Akkor kihozzanottak a szomszédok. Mindenki szerintem most ez ilyen sokként ért mindenkit, de most ide értünk, nem tudom most de mi lesz. De ember amúgy kedvesen fogadott, azt mondta, hogy nézguljatok, nem úgy lesztek, mint börtönben, lesz wifi, van tévé, újak a szobák. Hát mi csak így néztünk, hogy biztos így lesz. Bejöttünk, és meg is nyugodtunk. Na Timi, figyelj, mit hoztam. Sör. Köri. Bifonki. Leves. Angebot. Sör. Osztrák sört fogunk inni a magas fátrában, Timi. Nem fogunk ilyen halni. Az még mutassam meg itt a konyhába, már sülnek a szendvicsek. Nézd meg. Pekács! Nézd meg! Itt mondom, itt az izé. És figyeld magát, hogy nyílnak az izé. Kiokok itt, már be is rendezkedtem. Gumicukor, pisztáció, minden van. A bagoly már énekel itt a bürót, el is intézem, ugye itt a home office. Már frissítem a szoftvert, itt a tévét bekapcsoltuk. YouTube, Netflix, van minden gyerekek. Ide nem rakodunk be, mert nem tervezek hosszú ideig maradni. Ja. A bűró, majd nem tudom, rákötöm majd még a webkamerát is. Van hűtőm, és ezt el is felejtettem, nézzétek meg. Szuper, nem? Vannak nutellák, pástétomok, a sör a legfontosabb. Még mindig olyan hideg, hallod, hogy már... Hallod, én meg is iszok egy sört, mondtam, hogy... Mondtam is, ha megérkezünk, azzal kezdem a napot, hogy meg iszok egy sört. Iszol velem egyet? Vagy igyál belele, jó? A megérkezésünkre, Timi. Igyál koronasört. Nem ihatunk koronát, mert megállították a koronasört gyártását. Jó, és még ezt is vettem. A legjobb hal. Osztrák Ruszli. Halat fogunk enni. Ruszli. Hoztunk tejet. Minden gyerekek. Fagyasztó is van. Igaz, kicsi. Nézzük, ti mekkora. Ez a fagyasztó. Ez tudod, mire van? Nézzük, nanukokra. Jégkrémeket lehet ide belerakni. Hogyha tényleg valami lapos üveged van, azt le lehet fogyasztani. Megmutatom a másik szobát is. Itt a beteg srác alszik, csak ő most kiment sétálni. Itt vannak, hoztunk magunkkal ilyen tisztítószereket. Hát, ha most ja, hajtogatni valót. Kávé, poharak, tusfürdő. Van itt minden, akik nézzétek meg. Ez itt a másik lakosztály. A kilátás,
Most tényleg nem akarok dicsekedni, nézzél már ki, Timi. Ó, fölfele is. Ó, good. 13 euró egy éjszaka. Az kaja, szállás, minden benne van. Szuper. Tényleg gyümölcsök is vannak, ügyelnek az egészségünkre. Ruskóba szed. Van ruskó is. Ruskó. Azt mondták, kaptunk papírt rá, van írva, hogy nem szabad kinyitni az ajtót. Nincs. Csak ha ők is. Ők szólnak. Megnézem, lehet hoztak kaját. Jó, így ruskóba ki lehet nyitni. Nem lehet. Aki nem tudná, mi az a ruskó, az ez. Maszk. Csak szlovákul ruskó. Vagy ruszko. Pozsijárni dvere. Jó, amúgy nagyon büdös ez, fúj. És szerintem most már célba érünk, mivel... Célba érünk, úgy mondtam, mint a Páko. Célba érünk, mert hogy itt vannak mögöttem a buszok, itt van a csomag, úgyhogy nincs semmi, ami megállíthat minket. Státosino z druhej strany.